Akkor szeretettel köszöntök mindenkit itt a Dobbantóban, ahol ma megint férfi klubban tartunk, a nevem Bojtos Zoltán. Ma este a vendégünk Specht József, akinek Európában a második legnagyobb hálózata van a DXM-ben, és nekem történetesen a felső vonalam is. Őt fogjuk kérdezni, faggatni, lesznek villámkérdések is, és aztán utána a felvétel végén lesz egy kis after party, amit már nem fogunk rögzíteni. Józsi, az első kérdésem az lenne hozzád, hogy mit keres két sofőr egy úri klubban? Hát pénz, Zoli, szia! Én is mindenképpen nagy szeretettel köszöntök, jó estét kívánok! Nyilván azért vagyunk itt, hogy pénzt keresünk, de még mielőtt belemennénk itt a kérdésekbe és a válaszokba, én szeretnék ide lenyúlni az asztal alá és elővenni. Látszik ez most? Látszik. Látom magam. Hogy remélem a többiek is látják, hogy felkészültem, mert az első ilyen férfi klubban Zoli azt mondta, hogy legyen whisky, legyen szivar és nyakkendő. Na most nyakkendő az van, whisky is van, szivar nincs, nem is lesz. Én több mint 20 évvel ezelőtt, 20 éves dohányzás után végleg le tudtam tenni a cigarettát és minden ilyen dolgot, úgyhogy ezt, ha nem haragszol, Zoli, kihagynám. Nem haragszol, én is kihagytam. De annak ellenére, hogy készültem pohárral is, annak ellenére most a whiskyt is kihagyom, mert hogy ma délt annyira megfájdult a fogam, hogy kénytelen voltam nagyon erős gyógyszert bevenni ahhoz, hogy most itt tudjak beszélni, semmiképpen nem akartam volna lemondani ezt a mai estét, de jövő hétvégén szerintem egy helyen leszünk, és akkor addig nem is nyitom ki, hanem majd közösen felavatjuk. Szóval mit keresünk itt? Én azt gondolom, hogy a sofőrök, a buszsofőrök és a kamionsofőrök és minden más sofőr, bocsit, egy kis beállítást hadd csinálják, hogy én jobban lássam magamat. Szuper. Meg hát minden más ember, akik bármilyen foglalkoznak, bármilyen munkával, bármilyen munkát végeznek, vágynak arra, hogy a munkájuknak az eredménye az egy szabad és nyugodt, megelégedett élet legyen. És hát a sofőrökre azért nem az jellemző, hogy ezt a céljukat el tudják érni azzal a szakmával, amit imádnak. Mert én tudom, hogy Zoli, te nagyon szeretsz kamionozni. Én tudom, hogy az összes volt kollégám, akik most is az utakon vannak, nagyon szeretnek autóbuszt szeretni. Egyáltalán az, aki egyszer megkóstolta ezt, és ilyen nagyobb járművekkel sikereket tudott elérni, őnek ez nekem is hiányzik, most is hiányzik. De az a fajta életstílus, amit viszont szeretnénk élni, és én azt gondolom, hogy egyébként minden tisztességes és becsületesen dolgozó embernek joga lenne rá, de a szövőnöknek, az orvosoknak, a tűzoltóknak, a sofőröknek, a henteseknek is sorolhatnak mindenkinek, aki a napjából minimum 8 órát, de nagy általánosságban ma még sokkal többet feláldoz azért, hogy tegyen valamit, amitől egy másik embernek, vagy több másik embernek jobb lesz. Ezeknek az embereknek mindegyiknek joga lenne ahhoz, hogy valami nagyon jó életet tudjanak élni. Vagy legalább az aktív pályafutásoknak a végére olyan helyzetbe tudjanak kerülni, hogy egy szabad, megelégedett életet a gyerekeikkel, az unokáikkal hosszú-hosszú évtizedeket eltöltve bejárva a világot tudjanak élni. Ez nem adatott meg nekünk sofőröknek. Ezért vagyok most itt. Köszönöm szépen, örülök, hogy itt vagy. Akkor igazából most evezzünk át arra, hogy végül is ez a szakma, az MLM, amiről szó van. És mindjárt az első kérdésem az lenne, hogy azt szokták mondani, vagy azt szoktuk mi MLM-esek mondani, hogy az MLM-ben bárki sikeres lehet. De hogy gondolkodsz erről? Esetleg van-e olyan tulajdonság, ami fontos hozzá, és van-e olyan tulajdonság, ami szinte kizárja azt, hogy valaki az MLM-ben sikeres legyen? Ez egy nagyon jó kérdés, illetve gondoljuk akkor, amikor ezt a bárkit hallom, mert erről már sokszor beszéltem. Kávén egyébként van a whisky helyett, úgyhogy ebbe bele is kortyolok. Mert általában rosszul szokták ezt magyarázni. Amikor mi azt mondjuk, hogy az MLM-et bárki csinálhatja, hogy bárki sikeres lehet benne, akkor nem arra gondolunk, hogy mindenki, aki kitölt egy regisztrációs lapot,
és esetleg vesz egy termékcsomagot, az egészen biztosan sikeres is lesz. Hanem én úgy gondolom, hogy mivel az MLM-ben ugye nincsen felvételi vizsga, az MLM-hez nem kell egy iskolába járni, nem kell semmilyen tanfolyamat elvégezni, minden MLM cégből be lehet lépni. Már ez se így igaz, mert vannak olyan MLM cégek, ahol viszont vannak komoly elvárások, ami akár több százezer forintot is jelenthetne, másképp nem lehet egyszerre regisztrálni. A DXN jellemzően nem ez a cég. Tehát a DXN-be gyakorlatilag egy 30-40 ezer forintos befektetéssel minden további nélkül bárki beléphet. Tényleg bárki beléphet. Tehát az igazság az, hogy bárki beléphet. Aztán, hogy sikeres is lesz-e, az már sok mindenem múlik. Azt gondolom, hogy pont az előbb, amit fejtegettem, hogy ha valakinek megvan, vagy van célja, amit az életével el akar érni, akkor az MLM egy jó eszköz lehet arra, hogy ezt a célt meg tudja valósítani. És hogyha valaki hajlandó azért, hogy ezt a célt elérje, új dolgokat megtanulni, hajlandó emberek társaságában figyelni és ellesni másoktól, sikeres emberektől olyan dolgokat, amiket ők csinálnak, hogyha hajlandó az elején elég sokat lemondani a szabadidőről, lemondani kedvet elfoglaltságoktól, és helyette inkább tanulni és egy házatépítésben részt venni, akkor sikeres lehet. Szeretném nagyon a helyére tenni ezt a dolgot, és szeretném, hogyha valahogy ez ki is jutna az egész világba, hogy téves elképzelés az, hogy az MLM-ben csak regisztrálni kell, és aztán utána önmagától jön a siker. Ez nem igaz. Azok meg kell nézni, azokat az embereket, akik valódi sikereket értek el, akár a DXN-be, akár bármelyik MLM-be, hogy mennyi energiát fektettek ebbe bele, mennyi munkát tettek bele, amit ez a siker jött. És hogyha valaki, ha bárkik közül valaki szintén ezt szeretné, akkor ezzel kell számolnia. Köszönöm szépen. Az MLM-ben a csapatépítést te mennyire tartod fontosnak, vagy egyáltalán lehetségesnek, hiszen valamennyiünk alsó vonalában szinte mindenki keresztvonala a másiknak. Lehet-e, van-e létjogosultsága, fontos-e? Mindenképpen van, de induljunk onnan, hogy mondta, hogy mindenki keresztvonala a másiknak, viszont a minden keresztvonalnak valahol van egy közös felső vonala. Tehát, hogyha most megnézzük például a magyarországi DXN hálózatot, akkor az ugye úgy néz ki, hogy van egy a világ leggyorsabb koronás követe, az az ember, Kocsó Laci, aki legutóbb itt beszélgetett veled, és aki ezt az egész dolgot itt elindította, hozzá csatlakoztunk néhányan, most már szerintem több száz ember az, aki a Lacihoz csatlakozott. Mi egymásnak nyilván keresztvonalai vagyunk, de a Kocsó Laci mindannyiunknak a felső vonala. A Kocsó Laci folytat egyfajta csapatépítést az kezdetektől fogva. Ez egy különleges, teljesen rájellemző módszer. Abban a csapatban, amit a Laci irányít, abban a csapatban működik a csapatépítés, és nem probléma az, hogy keresztvonalai egymásnak a többiek, mert a felettük álló felső vonal gyakorlatilag az egészre figyelemmel tud lenni. Kicsit lejjebb megyek, egy szinten lejjebb, például a mi csapatunkra, akkor ugye itt ezt mi kezdtük el Valival, és csatlakoztak hozzánk emberek. Hogyha a csapatépítést azt ezen a körön belül képzeljük el, akkor, és mi részt veszünk ebben, és támogatjuk azt, hogy az alsó vonalainkban levő gyémátok és vezetők és egyszerű tagok is egy csapatba tömörüljenek, akkor ez teljesen jól fog tudni működni, mert hogy gyakorlatilag itt már nem számít az, hogy keresztvonal vagy a másiknak, mert közösen vezetői szinten, és szerintem ebben pont most egy nagyon komoly munkát csinálunk, meg tudjuk határozni, el tudjuk dönteni azt, hogy milyen keretek között, és meddig tart a csapatépítés. Hogy mi az, ami már nem tartozhat az üzlethez, mi az, ami magánélet, és ilyen módon ez egy elég jó szabályozott és jó működő dolog tud lenni. Egyébként fontosnak tartom a csapatépítést, én azt gondolom, hogy magányos farkasként
MLM hálózatot építeni gyakorlatilag lehetetlen. Igen, elképzelhető az, hogy az online eszközöket használva, ami ránk is jellemző, sok-sok ember be tud csatlakozni, de egy idő után mindenképpen kell, hogy ezek az emberekkel ismerjék egymást, lássák egymást, találkozzanak egymással. Mindenképpen szükség van arra, pontosan azért, hogy tovább tudjunk lépni, hogy haladni tudjunk, hogy meg tudjunk tanulni egymástól olyan dolgokat, amik előrefelé tudnak vinni. Egy csomó dolgot, és az MLM-ben nagyon fontos dolog, hogy az embernek elegendő, hogyha néhány dolgot tud profin, és hogyha azt a néhány dolgot használja, akkor tud előrefelé jutni, mert hogy a csapatban, hogyha csapatban dolgozunk, csapatjátékot csinálunk, lesznek mások, akik pedig másfajta dolgokat tudnak professzionálisan, ez is a lényege és az eleje egy csapatnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez lenne az egyik legfontosabb dolgunk, hogy azokat az embereket, akik hozzám csatlakoztak, őket egy jó működő csapatba tudjuk teveríteni. Köszönöm szépen, én is nagyon hiszek a csapat erejében, azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Józsi, te ezt, ha jól tudom, 9 éve csinálod ezt a hálózatépítést, és legyünk őszinték, ugye a sikerhez vezető út az rögös. Volt olyan pillanat, amikor úgy érezted, hogy feladod? Most nem hallottam a kérdésedet, Zolival, hogy eltűnt a hangod. Azt kérdeztem, hogy volt-e olyan pillanat, amikor úgy érezted, hogy feladod? Oké, a 9 az 11. 11 éve csináljuk a DX-en. És előtte is foglalkoztam hálózatépítéssel máshol. Most ebből a válaszból egyben az derül ki, hogy én valamikor feladtam valamit. Mert nyilván azt, amivel korábban foglalkoztunk, azt ott hagytam a DX-en kedvéért. A DX-en a hálózatépítéssel rögös útján viszont eddig egyetlen egyszer nem fordult meg a fejembe valival közösen, hogy mi ezt feladjuk. Nyilván vannak nehezebb időszakok, de nagyon sokat tanultunk már korábban is, és azt teljesen elfogadtam, hogy olyan nem létezik, hogy valami egyszer így elindul, és akkor a világ végéig csak halad fölfelé, és soha meg nem áll. Mi a rakéták se így mennek, pedig azért azoknak van hatalmas erők, hogy ki tudjanak törni a légkörből. Hát még egy ember, meg olyan ember, aki körbe van véve más emberekkel, és befolyással vagyunk egymásra, ez nem tud működni. Úgyhogy mi már régóta beletettük a lehetőségét annak, hogy vannak rosszabb napok, vannak rosszabb időszakok, hogy nem mindig vagyunk a csúcson, nem mindig vagyunk a hegytetőn, hanem néha benne vagyunk, leérünk a völgybe, és aztán újra felfelé kell menni. De ez egy jó kaland. Ha állandóan csak nyernénk, az sem rossz, nyilván, tehát, hogy mindig csak haladnánk fölfelé, de nem lenne ennyire izgalmas, és azt gondolom, hogy nem lehetnénk akkor egyáltalán jó vezetők, hogyha mi nem járnánk azon az úton, amin a többi ember jár. És én úgy gondolom, hogy senkinek se, a sikeres emberek közül és siketlen emberek közül sem adatott meg az, hogy hullám völgyek nélkül folyamatosan a hullámon állva haladjanak. Hogyha már hullámról beszélek, én nagyon szeretem a sportot, például a szörfösök mennyit kell, hogy ússzanak ahhoz, hogy egyszer csak fel tudjanak szállni egy hullámra, hogy néhány másodpercen keresztül élvezik azt, amiért azt a kemény erőfeszítést teszik. Szerintem az MLM hálózatépítés a DX-en is valami ilyesmi, hogy a hétköznapokban, és ezt mintha valaki megfogalmazta volna itt előttem már a férfi klubban, hogy csinálunk komoly, nehéz dolgokat, megoldunk problémákat, feladatokat, amik azért nem tartoznak a fényes dolgok közé, de ezt azért tesszük, hogy aztán utána legyenek olyan napjaink, és egyre több olyan napunk legyen, amik meg viszont arról szólnak, arról az éles stílusról, amit szeretnénk elérni. Úgyhogy nem akartam feladni még eddig egyszer sem, nem sokom szerintem. Én ezt vállaltam is mindig, akár színpadon, bárhol elmondtam, hogy megtaláltam a legjobbat, és a legjobbat az ember nem akarja feladni. Így van, köszönöm szépen. Sokban éri az MLM-ezőket, hogy pénzközpontúak vagyunk. Neked mi a legnagyobb érték ebben a szakmában? Hát minden pénzé lehet tenni, mindent lehet forintosítani. De a legnagyobb érték, ezt is lehet, nem biztos, na mindegy, inkább elmondom.
A legnagyobb érték számomra, és a mi számunkra, az az, hogy most, amikor múlt héten csütörtökön megszületett a negyedik unokánk, akkor mi ott tudtunk lenni a kórházban, amikor őt kitolták a szülőszobáról, amikor a boldog szüleivel együtt kijött onnan, és az első pillanatokban láthattuk őt, és videózhattuk, és fotókat készíthettünk, meg a testvérének az öröméről, meg a szüleinek az öröméről. És ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, ahhoz nem kellett elcserélni a műszakomat, ahhoz nem kellett szabadságot kérni, ahhoz nem kellett megalázkodni egy főnök előtt, ami sok esetben nem is működik, hanem egyszerűen ilyen az életünk. Most már 10 éve ilyen az életünk, mert hogy az első évünket nagyon rátettük, és direkt ezért, hogy eljussunk egy olyan helyzetbe, hogy mi azt tegyünk, amit akarunk, vagy azt tegyünk, amit fontos megtennünk, amit mindenkinek fontos megtenni, és mindenki eléri, hogy addig, amíg az olgalányunk bent volt a kórházban a szülést követően, addig a férje bátran mehessen be hozzá a látogatóba, mi pedig vigyáztunk az unokáinkra, és a Vali megfőzte az ebédet, amit a Laci bevitt neki, hogy otthoni ételt essen, és a gyerekekkel foglalkoztunk közben, együtt töltöttük el velük ezt az időt. Ez csak egy apró részlet, de mindennel így vagyunk. Hogyha házépítésről van szó, vagy házátalakítás, vagy ablakcseréről, akkor ezt nem kell hétvégére időzíteni, vagy ehhez szabadságot szerezni, hanem ott tudunk lenni velük. És igazából én azt gondolom, hogy ennek többet nem is tudok mondani róla, ezt nem biztos, hogy pénzért meg lehetne venni. Persze ez fontos a pénz, nekünk is fontos, pénzből élünk. Ja, de azért milyen jó, hogy mellette, amíg ablakot cserélünk, amíg az unokákra vigyázunk, amíg a kertet rendezzük, vagy bármit teszünk, ez alatt a jól elindított üzletünk már nem miattunk, hanem amiatt a Rikóék, meg sokan külföldön is sorolhatnám a neveket, és nyilván az sem az a vonal már, ahol ott komoly aktivitás van, de hogy inkább még olyan mélységekben vannak most az aktivitások, amiket a neveket nem ismerjük. Tehát azzal, hogy ezt elindítottuk, azzal az üzletünk hozza nekünk a forgalmat, a bevételt hónapról hónapra, és nagyon kevés energiát kell befektetnünk ahhoz, hogy ez így legyen. Az időnket pedig arra tudjuk fordítani, amire mi szeretnénk. Ez egy szenzációs dolog. Elhiszem, ez biztos, hogy így van. Józsi, mi már többször voltunk úgy Csillával, hogy ez jellemzően online megkeresésnél van így, hogy megkeresett minket egy érdeklődő, és mondta, hogy ő több más DXN-essel is már beszélgetett, vagy nézegette az oldalát, az anyagait. Tehát kvázi egy ilyen versenyhelyzetbe találtuk magunkat. Te tudsz-e róla, hogy voltál valamikor ilyen versenyhelyzetben? Igen, többször is tudok is róla. Olyan nem, ma már Gyémánt is csatlakozott a hálózatunkhoz, aki elsőként engem keresett meg. És el is mondta, hogy egyébként ő sokakat megkeresett már. És nézegeti a weboldalakat, de szeretne tőlem néhány választ kapni a kérdéseire. Én megválaszoltam neki a kérdéseit, és tudtam akkor, amikor válaszoltam a kérdéseire, hogy ő nem ezeket a válaszokat várja. De megtalálta a válaszokat valaki másnál. Nevesíthetem? Mert szívesen megteszem, szerintem jó a történet. A Tóth Lajos barátunkról van szó, aki sokáig fogadott engem, és aztán utána a hálózatunkba egy másik vonalhoz csatlakozott mégis. Ami mégis mi hálózatunkban van, tehát nem közvetlenül hozzánk csatlakozott, hanem egy alsomorai gyémántunkhoz csatlakozott, mert ott másfajta válaszokat kapott. És az a helyzet, hogyha ezt az egy konkrét példát nézem, hogyha a Lajos akkor hozzánk csatlakozik, akkor nem biztos, hogy eljut addig a szintig, ahol most van. Mert nagyon sokban különböztünk egymástól. Nagyon sok dolgot egészen másképpen láttunk. Ma már vannak sok mindenben közeledtek az álláspontjaink, most sem látunk mindent egyfajta. Ez nem probléma, az emberek azok másképp látják a dolgokat.
De akkor, hogyha belépett volna hozzánk, akkor tőlünk, vagy tőlem olyan... Nem, én egy olyan hátteret tudtam volna neki nyújtani, ami neki nem lett volna megfelelő. És most nem azt mondom, hogy az én válaszaim, vagy valaki másnak a válaszai ezek közül valamelyik nem volt igaz, mert mindannyian igaz válaszokat adunk a kérdésekre a saját elképzeléseink szerint, hanem az az üzenet, amit a Lajos kapni tudott az Ildikóéktól, Wenzel Ildikóéktól, az egy számára jobban elfogadható üzenet volt, és ő ezt felhasználva, és az ő segítségüket, meg természetesen egy kicsit távolabbról a mi segítségünket is igénybe véve felhasználva, egy elég komoly nagy nemzetközi gyémántüzetet tudott felépíteni, amivel nem vagyok meggyőződve róla, hogy ugyanígy történt volna akkor, hogyha közvetlenül hozzánk csatlakozik. Tehát versenyhelyzet az bizony van. De hát magát ezt a vállalkozást azt úgy hívják, hogy MLM, multilevel marketing, és az én olvasatom szerint a marketing az azt jelenti, hogy valamiféle terméket vagy szolgáltatást eljutatni a gyártótól, a létrehozójától a végfelhasználójáig. Tehát gyakorlatilag abban a pillanatban, hogy valaki erre a pályára lép, versenyhelyzetbe fog kerülni, és még akkor is, hogyha azonos terméket, vagy azonos cégnek azonos termékeit kezd el értékesíteni, mert hiszen mit szeretnénk mi? Azt szeretnénk, hogyha minél több személy tőlünk, rajtunk keresztül vásárolna, mi forgalmunkat növelni. De a másik hálózatépítő ugyanezt akarja. Meg a harmadik, meg a negyedik is. Sőt, akkor még tegyük mellé a konkurens cégeket, akik szintén ugyanezt akarják, az ő hálózatépítők szintén ugyanezt akarják. Olyan ez, mint a sport. Ha csak egyetlen egy versenyautó állna rajthoz a Forma 1-be, akkor nem lenne verseny. El se kéne indulni, már is nyerne az, aki odaállt a rajtvonalról, ugye? De hát mi értelme lenne, és mi lenne az értéke annak a győzelemnek, amit ilyen módon lehet adni, hogy az embernek nincsenek versenytársai. Én azt gondolom, hogy az erőnket pontosan az mutatja meg, hogyha ezen a piacon, ahol sok az ajánlat, mi képesek vagyunk olyan üzenetet eljutatni a lehetséges vásárlókhoz, hogy sokan minket válasszanak. És hogyha netalántán valaki mégis elmegy a mi boltunk előtt, és a másik boltjába vásárol, ettől még nem dől össze a világ. Azt gondolom, hogy egyetlen boltos sem csinál problémát abból, hogyha az üzlet előtt sétáló emberek közül nem mindenki megy be hozzá, hanem esetleg a konkurenciájához megy be. Ez történik itt az interneten is, sőt, azt gondolom, hogy hatékonyan, vagy hatványozottabban történik, mert az interneten sokkal több emberhez jutnak el az információk, de sokkal több információ is jut el. Tehát addig, amíg ha egy utcán végigmegyek, és ott csak egy hentes van, és ott akarok vásárolni, akkor nem nagyon fog tudni máshol kolbászt lenni, csak nála. De az interneten, hogyha valaki elkezd keresni, és mondjuk egészséges kávét, vagy gonodermát keres, fog találni bőven lehetőséget. És az nem is olyan nagy baj, hogyha minket tesztelnek, nem is olyan nagy baj, hogyha minket versenyeztetnek. Én ezt bízom is, szerintem ez egy jó dolog. Mert utána ki tudom húzni magamat, és meg tudom veregetni a saját vállamat, hogy jó dolgot csinálok, mert mégis engem választott valaki. Bocs, kifújjam az orrom. Igen, én is így gondolom, hogy a verseny az jót tesz mindenkinek, hiszen akkor tudunk fejlődni, hogyha versenyhelyzetben vagyunk. Egy kicsit, hogy a témánál legyünk, ugye, hogy téged választott, vagy nem téged választott az a konkrét jelölt, vagy érdeklődő, akkor az érdekelne engem, hogy te hogy gondolkodsz erről, mert vannak, akik úgy szeretnének csatlakozni egy üzlethez, hogy minél magasabb szintű hálózatépítőhöz, mert azt gondolják, hogy az, aki már nem is tudom milyen magas szinten van, az többet tud neki segíteni. Más ember pedig nem ez alapján választ. Tehát te mit gondolsz arról, vagy mit mondanál, hogy a szimpátia alapján válasszon valaki, vagy az egy jó taktika, hogy megkeresi a legmagasabbat, és akkor ahhoz csatlakozik? Hát szerintem nem nálunk van a labda, meg nem nálunk van a válasz erre.
hanem az embereknek, tehát most, amit elmondtál, az gyakorlatilag arról szól, hogy az emberek különféleképpen gondolkodnak. És ha valakinek a beállítottsága az olyan, hogy ő akkor érzi jól magát, hogyha a legmagasabb szintű embert tudja megtalálni, akkor addig fog menni, amíg azt meg nem találja. Hogyha meg valaki másképpen akarja, akkor neki az úgy lesz jó. Én azt gondolom, hogy hagyni kell az embereket, hogy döntsék el ők. Én nem szeretném azt mondani, semmiket sem szeretném mondani. Nem szeretném azt mondani, hogy keresse meg a legmagasabb szintűt. Leginkább azért nem szeretném ezt mondani, mert te meg vagyok róla győződve, hogy teljesen mindegy egyébként, hogy valaki milyen szinten áll az emlemben. Hogyha valaki hozzá csatlakozik, akkor a legtöbbet attól az embertől fogja tudni majd kapni, aki ezt csatlakozott. Mert hogyha az ember esetleg még nem eléggé tájékozott, nem eléggé képzett ebben a szakmában, akkor van neki egy olyan felsővonal, aki ezt fordulhat. Az MLM az pont erről szól, azért hívják szerintem többszintű értékesítésnek, és az a lényege, hogy és azért lehet elkezdeni gyakorlatilag iskola, meg minden nélkül azonnal, mert a tudás valahol ott van, azon a vonalon, ahova becsatlakozik valaki. Azt kell inkább megérteni, hogy azzal, hogy valaki a legmagasabb szintű MLM-eshez tud csatlakozni, azzal gyakorlatilag nem fog semmilyen előnyt élvezni. Mert az biztos, hogy a legjobb információkat fogja kapni attól a vezetőtől, de ugyanezek az információk a rendelkezésre állnak az egész hálózatban, a legalsó szinten levő hálózatépítőnek a rendelkezésére is állnak. Hogyha itt maradunk a DX-en és az online rendszereknél, akkor elég csak ránézni a Kócsa Lacinak a YouTube csatornájára, amit ő teljesen nyilvánossá tett, és az összes anyagát lehet használni, akár úgy, hogy onnan lehet szétküldni, vagy akár bárki letöltheti bármelyik hálózatépítő, erre a Laci feljósított mindenkit, és sajátjaként használhatja. Kócsa Lacinak az összes tudása, az összes előadása, az mind elérhető, nem csak magyarul, hanem csomó nyelven. Tehát gyakorlatilag akkor, ha belép valaki a mi alattunk levő 19. szinten, akkor ugyanazt a tudásanyagot fogja tudni használni, mint amit akkor használhatna, hogyha mondjuk nekünk testvérvonalként be tudna lépni a kócsolatszékhoz frontra. Ezért aztán én azt gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy hol bízzuk rá az emberekre, hogy ők mit szeretnének, és legyen ez is egy verseny. Tehát tudjak én mondani valamit, vagy mutatni valamit, ami miatt azt mondja, hogy mégsem megyek feljebb, ez az ember jó nekem. Ha pedig nem, akkor megint ugyanoda jutunk ki, mint az előbb, hogy nem biztos, hogyha mégis valamilyen módon el tudnám érni azt, és tudod, hogyha, mert azért valahol értékesítők vagyunk mindannyian, meg én dolgoztam is ilyen szakmában, lehet, hogy rá tud még beszélni embereket, hogy csatlakozzanak hozzám, akik egyébként igazából nem hozzám akarnak csatlakozni, hanem mondjuk a Bojtos Zolihoz, vagy a Cérna Szabihoz, vagy a Busi Sanyihoz, vagy éppen a kócsolatihoz. Lehet, hogy ezt el tudnám érni, de aztán utána nem, én egészen biztos vagyok benne, nem az történne meg, aminek meg kellene történnie. Például a Tóth Lajos esete. Ennyire jó kimenetele a dolognak nem lett volna akkor, hogyha hozzám csatlakozik, erről meg vagy ügyőződve. Hát nem tudom, hogy választottam el a kérdésedre. Még egy gondolatot hadd tegyek hozzá, nekünk nem volt lehetőségünk máshová csatlakozni, mert Laci volt az első, és egyből ott voltunk a legelején. Nagyon hálásak vagyunk Lacinak és Anikónak azért, hogy nem hagytak ki akkor minket, szóltak nekünk. A világ legjobb szponzorai, ez egészen biztos. De tudom azt, pont azért, mert rálátok erre az egészre, hogyha akkor nem találkozunk, hanem csak egy év múlva valakihez be tudtunk volna regisztrálni, akkor is pontosan ugyanazt megkaptuk volna a Laciéktól, még a közvetítőkön keresztül is, mint amit direktben megkaptunk. Az, hogy egy nagyon jó barátság alakult ki közöttünk, az, hogy egészen más a viszonyunk, az egy másik kérdés, az nem az MLM kérdése. Már az, hogy az MLM volt a szülője ennek a dolognak, az pedig hála Istennek, hogy így volt. Jó, köszönöm szépen. Azt kérdezném, hogyha mondjuk hozzád beregisztrál valaki, mi az a legfontosabb tanács, amit neki adsz?
Hát olyan jó lenne, hogyha ezt a hozzám beregisztráltaknak a jelentős része megfogadná, azt, hogy azonnal kezdje bele, és hogy szálljon rá egy fél évet, hogy minden lehetséges időt, amit fél, erre tud fordítani, minden olyan időt, amit eddig más csinál, de félre tudja azt tenni, azt fordítson akkor onnantól kezdve hatványozottan a D-szerre. Hogy azonnal kezdjen el gondolkodni azon, hogy melyik lesz az a nap a jövő héten, amikor velünk közösen egy konzultáció után meg tudunk keresni embereket, hogy térképezze fel a segítségünket, hogy mik azok a találkozási pontok, ahova új embereket lehet vinni, hozni, küldeni, delegálni, és hogy egészen addig, amíg legalább akkora bevételre nem tesz-e, ami már megmozgatja a fantáziáját, hogy ennél több is lehetne, mondjuk egy átlag fizetésnél, addig ne hagyja abba a pörgést, addig csak menjen. Én egészen biztos vagyok abban, hogy, és vannak, akik ezt megtették. Azért mondom ezt egyébként, azért ez lenne a tanácsom, mert mi ezt csináltuk. Talán nem is, mondom azt mondom ösztönösen, de nem ösztönösen, hanem inkább félelemből. Ezt már elmondtam máshol is, hogy akkor, amikor a Laci meghozta ezt a hírt, és velünk együtt 13 másik emberek közölte, akkor én megijedtem. Megijedtem attól, hogy itt van ez a nagyon szenzációs lehetőség, ez a szenzációs termékkör, ez ide fog jönni, és itt van mellettem 13 ember, akik ugyanazt hallották, mint amit én. Ezek az emberek, én úgy gondoltam, hogy akik ott ültek az asztalnál, azok nálam mind sokkal kiterjedtebb kapcsolatrendszerrel rendelkeznek, sokkal okosabbak nálam, sokkal képzettebbek nálam, és ezek az emberek, ezek nekiállnak, és mire én egy levegőt tudok venni, addigra már nem lesz ember, akinek szólni lehetne erről a szenzációs dologról. Úgyhogy azért jöttem, és mikor az ötletet Valinak eladtam, az nagyjából 24 óráig tartott, onnantól kezdve az én életemben két dolog volt, a munka, mert azt nem hagyhattam abból, mert abból értünk, de mellette a DXN. És egyszer olyan dühös voltam, amikor a végállomáson úgy tudtam átadni az autóbuszt délután a váltotásomnak, hogy lekéstem a korábbi vonatot, és csak a későbbre tudtam hazajönni, mert sokkal kevesebb e-mailt tudtam elküldeni, sokkal kevesebb dolgot tudtam megcsinálni. Ezt, és állandóan egyfolytában ez járt a fejben nekem. A menet levelem hátoldalán volt egy üres lap, azért, hogyha eszembe jutott valami, akkor menet közben is azonnal megfordítottam, és ráírtam. Ha eszembe jutott egy még egy ember, rögtön felírtam volna. Hogyha eszembe jutott egy jó mondat, egy jó gondolat, amit legközelebb el lehet mondani, azt rögtön felírtam magamnak. Egy kirakatról, egy feliratról, mindenről azok a dolgok jutottak eszembe, amit a D-szembe én szerintem meg lehetett próbálni használni. Ezeknek a nagy része nyilván nem működött, de egy csomó igen. És azt gondolom, hogy ha valaki igazán sikert akar elérni, és ezért tanácsolnám ezt egy új belépőnek, vagy tanácsolom az új csatlakozóknak, hogy nincs mire várni. Azt hiszem, hogy Napóleon Hill mondja, hogy kezd el ott, ahol vagy, azzal, amit van, és a jó eszközök majd később úgy is elő fognak kerülni valahonnan. Nem pontosan idéztem a dolgot. Nincs mire várni, nem kell megtanulni semmit, csak az MLM-ben, dehogy nem, fokozatosan meg kell tanulni. De az MLM-ben ott van a tudás, amit az előbb is mondtam. Ott van a felső vonal, ott van a szponzor, a támogató, akinek érdeke az, hogy az új belépő sikeres tudja lenni. Egy dolgot nem tudok. Én nem tudom senki másnak a kapcsolatrendszerét megmozgatni, és nem tudok helyett semmit megcsinálni. A segítségére tudok lenni. Ha összehozza a találkozókat, ott vagyok. Hogyha összehoz valahol a 10 embert, el tudunk menni, és el is megyünk valival, és elmondjuk a történetünket, elmondunk mindent a DXR-ről és a DXR termékeiről, amit tudni kell. És igazából, hogyha valaki ezt megcsinálja, hogyha valaki ezzel foglalkozik, úgy, ahogy mi annak idején, és tényleg mindent félretesz, akkor az ajándéka később az az lesz, mint ami most a mi életünk, hogy bármit megtehetünk.
Köszönöm szépen, és most nagyon adódik ez a kérdés, amelyik az utolsó kérdés lesz a villámkérdések előtt, hogy szerinted neked melyik a három legjobb tulajdonságod, vagy leghasznosabb tulajdonságod, amit ebben a szakmában tudsz használni? Hát én azt gondolom, hogy lehet, hogy azt fogom mondani, hogy bátorság, de lehet, hogy valaki nem így értékeli, hanem inkább be. Ennek a durva változata, most nem teszem a kifejezéssel. Erőség talán, nem? Van erőség. Az, hogy én képes vagyok pillanatok alatt dönteni, a döntésének egy nagy része nem helyes és nem jó, de azt is képes vagyok nagyon hamar beismerni, belátni és félredobni a rossz döntéseimnek az eredményét. Az, hogy ez legyen mondjuk egy tulajdonság, az, hogy kreatív vagyok, nagyon, tehát mindenre szeretek megtanulni valamit, és ezzel nem kifejezetten valami olyan tudás vagy tudomány, mint amit az emberek általában tanulnak. Szeretek ellesni dolgokat. Én képes vagyok egy egyszerű hétköznapi tevékenységből, akár most ugye elég sokat építkezünk az építőmestereknek a dolgaiból ellesni olyan fogásokat, most nem arra gondolok, hogy aztán utána én is azt csinálom, hanem azt meglátni, ahogy például egy gipszkartonos társaság rendszerben gondolkodik, és úgy dolgoznak egymással, és ez a csapatjáték, ez a csapatépítés, a csapatunk a területe, hogy már igazából nem is kell megbeszéljenek dolgokat, hanem tényleg félszavakból, meg egy-egy szemvillanásból értik a dolgokat. Végigfigyeltem egy ilyen folyamatot, és halad a munka, és vidámok, és jókedvűek, és megtörténik az, aminek meg kell történni. Tehát én szeretek megtanulni, szeretem a hozzáállást, mert ha lehet a hozzáállást megtanulni. De Kocsolaci is erre biztat mindenkit, hogy bár az MLM az a másolódás üzlete, de ezt nem úgy kell érteni, hogy pontosan ugyanazt meg kell csinálni, mint amit a másik. Én nem tudnám azt megcsinálni, hogy amit te megcsinálsz. Te egy olyan elemző vagy, most kaptam tőled egy olyan levelet, hogy ugyanazokat a leveleket én is megkaptam, de megmondom neked őszintén, nem csinálnék belőle, tehát nem találnám meg ezeket az összefüggéseket, mint amiket te. Ez a buli egy csapatban, hogy ezt te meg tudod csinálni. Tehát nem azt kell nekem lemásolni, amit a Bojtó Zoli csinál, hanem azt, amit én tudok csinálni, azt hasonló módon, hasonló hozzáállással kell csinálni. És ezért én nagyon szeretek minden nap tanulni, akár az internetről, akár bárhonnan, hogy ilyesmi dolgokat tanuljak meg. Ezt nem tudom, hogy ez lefede valamilyen tulajdonságot. És azt gondolom, hogy hogyha egy konkrét tulajdonságot is meg kell, hogy mondhatok, akkor bár ez se az, jó szervezőnek tartom magamat. És a kezdetektől fogva a kisebb-nagyobb rendezvényeken át a napjaimnak a megszervezése is szerintem úgy nagyjából kézben van tartva. De mindezt azért, mert pont olyan vagyok én is, mint a Busi Sanyi, én egy nagyon rendesen lusta ember vagyok. Tehát úgy nem szeretek kimenni a házból, hogy ne tudjam, hogy hova fogok menni, hogy ott mennyi időt fogok tölteni, és hogy mikor fog tudni visszaérni, és csinálni tovább azt, amit elkezdtem. Az ilyen meglepetésszerű dolgok azok nekem nem nagyon jönnek be. Vásárolni is úgy szeretek elmenni, hogy tudom, mit kell megvenni, oda megyek, leveszem a pulszról, megvettem, oda viszem, és kész. Ma már azért van, amikor elkísérem a lányokat, elkísérem valit, meg a család apraját, nagyját, és végigjárom velük az áruházakat. Leginkább azért, mert olyankor akkor leülünk és együtt eszünk egy jó kínait, meg most már belefér. Nem tudom, ki jött a három tulajdonság? Nem számoltam, köszönöm szépen, viszont egy apró sztorit hadd meséljek el. Egyszer voltunk egy tréningen még a régi helyén, a DXN-nek Budapesten, és ott volt egy olyan feladat, hogy el kellett adni a másiknak, nem tudom, egy papírlap, vagy egy ceruza volt a kezedben, és elkezdted nekem eladni. És majdnem kikaptam a kezedből, hogy add már ide, tehát hogy ez a shut up and take my money kategória, hogy fogbaszád és vedd el a pénzemet, csak add már ide. Hát én azt gondolom, hogy ebben te nagyon jó vagy, hogy
ezzel fel tudod kelteni az érdeklődést bármi iránt. Tehát, ha ezt így hozzátehettem, még saját tapasztalatból. Viszont most következnek a villámkérdések. A és B válasz. Bármelyiket választhatod, gondolkodás nélkül, nem kell megmondani, hogy miért azt választottad. Ha akarod, akkor elmondhatod. Jó. Burj Khalifa Dubajban, vagy a nagy mecset Abu Dhabiban? Burj Khalifa. Ha a DX-en családi nap, akkor Tata vagy Lajos Mizse? Lajos Mizse. Blogírás vagy videókészítés? Videókészítés. Instagram vagy Facebook? Facebook. E-World vagy intranet? Intranet. DSP vagy IOC? DSP. Körömpörkölt nokedlivel vagy Cézár saláta? Most Cézár saláta. Jó, köszönöm szépen. Ez volt ma a Dobbantó a Férfi Klubban, Speki Ulefe. Nagyon köszönöm, hogy itt voltak. A személyzetet megkérem, hogy nyissa ki a pezsgős palackokat, mert kezdődik az afterparty. Azoktól, akik a felvételt nézik, elbúcsúzunk. Szerdán, minden szerdán 19.30-kor Dobbantó, legközelebb gyertek el érőben, és akkor megnézhetitek az afterpartit is. Köszönöm szépen mindenkinek. Sziasztok!